És akkor most úgy dönt, hogy akkor segítünk ezek szerint? Sam, this is Di Hartman. Mondjad. You were out like a log. Must have been beat. Private rooms come with all the basic amenities. Shower, toilet, etc. Drop in when you need to rest. Inspect your gear, review info, or whatever else. If you have any questions, feel free to ask our staff. But before you do, why not check things out for yourself? See how Bridges operates these days. Aha, most már elérhetőek a fegyverállványok, meg ilyenek, amik korábban nem voltak, csak a mosdó. Oké, srácok, szerintem egy óra még belefér. Kíváncsi vagyok, hogy most hogy indulunk el erre a hosszabb küldire, vagy mi lesz ebből. Úgyhogy... aha, azt nem. Jó, oké. Akkor így maradok a karakterrel szerintem. Tartsunk egy 5 perc szünetet. Elmegyek, szerzek valami inni utánpótlást, ilyesmit. Meg tartsunk egy bioszünetet. Azt egy 5 perc múlva innen folyt köv. Aki esetleg közben menne, annak jó éjszakát kívánok. Ő neki annyit üzenek, hogy holnap egy órától egy kis Need for Speed következik, hogyha gondolja. A többiekkel pedig egy 5 perc múlva folyt köv. Egy másodpercet kérek, csak elhelyezkedek. Azt toljuk neki. Na. Nézzük meg. Ből élünk. És kell WC-t is használni, vagy mi az Isten? Figurák vizsgálata. What? Milyen figurák? Ó. Oh. Értem, vannak figuráink. Jó tudni. Mosdó használata. Menjünk WC-re. Wow, milyen lámpa. Az igen. Az de durva tükör. Ilyen kell. Akció végrehajtása. What? Milyen akció? Értem. Sam, Hartman here. Researcher devoted to uncovering the secrets of the beaches and the Death Stranding, as well as those of Dooms and Repatriants. When you relieve yourself, a certain amount of chiral matter is flushed from your system. Chiral matter can adversely affect hormone secretion and nervous function. There's a correlation between exposure and the development of phobias, as well as, in extreme cases, violent and suicidal impulses. Chiralium contamination has even been postulated as a trigger for the onset of dooms. Allow me to collect a sample of your excretions for my studies. They provide a non-invasive means to monitor your exposure to chiralium and your overall health. Hogyne, egész nyugodtan. Fegyverállvány. Na nézzük meg, mit tud az a fegyverállvány. Hey there. Believe we've met. I oversee delivery operations as well as maintenance and repairs. Nice to have you on board. I'm Mama. In case I didn't mention it before. Chevy. Those there are strands. Not just used for packing, by the way, but for identification, too. Take a closer look and you'll see. See the red there? That's your blood. What? Értem. Jó. This case will remove any chiral matter still clinging to your suit.
Speaking of suits, blue is for delivery personnel, red for medical, orange for corpse disposal, and black for security. Akkor mi miért voltunk narancssárgában? Mondja már meg valaki. Szimpa lett a módosítása. Na. Egy kis customizáció, ne. Hűha. Ezt a kurva sok mindent tudunk módosítani. Van egy fekete napszemüvegünk. Ennyi? Ah, ennyi. Színskála kerete. Benne a lencse fekete vagy fehér legyen. Mondjuk alapvetően ez a fekete-fekete egy kicsit hülyén néz ki. Mondjuk így is. Hát, én nem is tudom, halljátok. Ez olyan gagyi szín. Hát, kék. Hát, mondjuk a zöld nem rossz, de ebbe a játékba nem illik szerintem. Most vagy a fehér, fekete lencsével. Hogy fehér-fehérrel? Á, nem. Fehér-feketével. Ó, az nem tűnik rossznak. De akkor is szerintem a... Hát, akkor csináljuk meg így. Ez így nem nézett ki rosszul. Akkor legyen az, hogy fekete-fehérrel. Ne legyen ilyen full. Ez így jó. Az így jó. Mi van? Most mondtam, hogy átlátszó. Ja, meg kell erősíteni. Ah, oké. Okay. Jó, és akkor mi van még itt? Várjunk, ott volt egy jobbra-balra. De mi jobbra-balra? A felszerelésen. Sam, this is Deadman. I calibrated your BB based on physiological data we collected from you earlier. It's still just the best guess, though. After you take it out for a spin, we can check if you're in sync and tweak the BB sensitivity as needed. Oké. Okay. Még mindig nem értem ezt a gyerekes dolgot. Ez nekem még mindig túl magas. Aha, látom. Tök jó vagy. Terminál. Az mit tud? With that terminal there, you can browse the bridge's database, which has info on a range of subjects. You don't have clearance for everything, but there's still plenty you might find informative. Méghozzá mit? Menü meg... What? Rendelések. Hát az elég üres. Adatok. Tippek. Navigáció, gombok, játékirányítás, kamera. Ezeket tudjuk. Odradek egyébként. Na, ezt sose fogom megígyezni, ezt a kis picslákkal oló faszt odradednek hívják. Deck.
Ja, van ütődésjelző, amit nem vettem viszont észre. Tetemek szállítása, elveszett rakomány. Ezt a lájkolás dolgot, mert túlzata nem értettem. Jó, biztos. Interjúk, napló. Oké. Zenelejátszó. Wow. És a rendelések alapján kapunk ilyeneket. Érdekes. Jó. Oké. Sok mindent ezzel nem látok. Akkor ígyunk még egy Energize. Hey, az miért fekete? Most csináltam meg azt átlátszóra. Na, ígyunk még egy Monstert. Akkor elvileg föl fog menni talán 25%-ra az állóképességünk. Elméletileg. Növeljük azt még. De durva, hogy valóban annyi van ott. Tehát egyre jobban fogy. Jó, ez így már okés. Nem iszunk, köszönöm, elhagyjuk a szobát. Magán szoba elhagyása. Helyett jön hozzánk a igazgató báfi. Well, have you had a chance to think it over? Chock full of Kyrellium, but safe for you Dooms guys to wear. That's all you'll need to go forth and reconnect the world. To make us whole again. I'm a porter. I don't care about connecting anything. Or making knots. But I'll do what I have to help Amelie out. Listen up, Sam. The terminals Amelie's people built in the towns and cities they passed through on their journey west are called knots. The infrastructure's there, but the Cairo network is offline. Right now, it's only capable of transmitting voice communications, sometimes wired, sometimes wireless, and a small amount of data. So, unless the necessary data stored on site, our chirograms won't show up. Amelie and the other Bridges members you've seen around the place are grams generated with local data, in case you didn't know. Anyway, all you've got to do is find the knot, connect your Cupid, and bring Cairo communications online. Once you connect it to the terminal, you'll be able to initiate zero-time massive data transmission with the UCA network. And just like that, you'll reconnect us not only to each other, but to our past. All the lost and fragmented junk data will be compiled and restored, like bringing a dinosaur back to life from a fossil. ...4.6 billion years of history on Earth. All the wisdom and knowledge we lost since the Death Stranding all hours again. And that, my friend, is how we'll beat this thing.
Once you establish Cairo communications, generating grams won't be an issue. You'll also be able to use Cairo printers. Won't be long before we're able to send all kinds of things through the wire. Except anything original. Or that's got a soul. Nothing real. Just copies. True. Which is why we'll still need porters like you. Before and after we're made whole, we'll need men in the middle. No rest for the wicked, huh? Yeah, well, idle hands and all that. We'll give you the details at the dispatch terminal. Make sure you check it upstairs. Drop's waiting up there, too. These shoes look like they've done some serious miles. Shall I dispose of them? Wait. Hold on. There's something I want you to look into. My blood seemed to set those things off. Happened more than once. Set them off? How do you mean? I don't know. You took my blood, didn't you? You tell me. All right. I'll see what I can do. Okay. Vegyünk fel rendelést. Azt kaptuk meg. Ukászul. Jelölőimet meg leszedem. Úgy látom, hogy ezek bennmaradtak. Aha, elérhető rendelések egy darab. Sam, this is Di Hartman. Your current objective is to extend the Cairo network from here to Portnot City. But don't think you can make a beeline straight for it. Signal won't carry that far. To cover the distance, we need to utilize knots. Think of it like tying ropes together to make a longer rope. The first of these knots is a bridge's way station. Go ahead and take a look at the order. Deliver whatever they need, and connect the Cupid. Your private locker can be used to store cargo and the like. Az épp nem szükséges tárgyakat korlátlan ideig elraktározhatod egy megvan szekrényben. Amikor azonban szükséged lesz rájuk,
Csak ugyanazon a terminálon vehetett ki, ahol eltároltad őket. A manzsettán tekinteted át, hogy hol milyen tárgyakat raktároztál el. Aha. Miért van rajtam plusz egy bakkancs? Nem is értem. Ez ilyen pótbakkancs, úgymond. Lehet. Okos gyógyszer kézbesítését kell megcsinálnunk. Oda, szembe. Jó, ezt elfogadjuk. Eligazítás meghallgatása. The last void out in Centronaut City brought deliveries to a standstill. Until now. Your cargo for this run is a batch of smart drugs. Oxytocin, to be precise. Oxytocin is effective at reducing stress, so much so that some folks call it a love or happy hormone. Once you've completed the job, connect the waystation to the network using the Cupid. Másfél kiló a cucc, amit kell vinnünk, úgyhogy ezt el is tudjuk fogadni. Sam, order summaries may contain information critical to your success. Make sure to review them before getting underway. Azt mondja... Mit mondott? Mivel tudok váltani? Aha. George Bettonnek kell vinni. És a rakománynak az épsége a lényeg, a legjobb állapotban kell leszállítani. Gondolom erre gondolt. Ha? Jó. Azt mondja, oxitocint viszünk. Az agyat oxitocinnal és más hormonokkal serkentő kiegészítők hatékonyan alkalmazhatóak olyan tünetek enyhítésére, amelyek a személyes kapcsolatok hiánya miatt alakulnak ki, például a stressz és a mások iránti ragaszkodás hiánya. Jó. Vigyük. Rendelés elfogadása. Hadd szóljon. Szondja. Ha vihetjük a táskánkba, akkor 2,3 kilót fog nyomni. A rakományt érdemes az öltözékhez rögzíteni, hogy elbotlás vagy zuhanás esetén nehogy leessen. Ilyet lehet. Jaj, és akkor föl van a karomon. Még a karomon is tudom cipelni. Csak akkor gondolom, attól függ, hogy melyik oldalon lesz, arra egy picikét dőlni fog a karakter. Meg úgy, hogy a csípőn is lehet. Aha! Vagy pedig visszük ugye a hátunkon, aminek az az esélye, hogyha megsérülünk, akkor ugye ott is. De a háton jó, jó az. We've supplied you with some rope and a ladder for this run. Tök jó. They should help with the steeper inclines, and the ladder will also make a halfway decent bridge if you need to cross a river.
Right now, I figure you're thinking about how you want to handle this order. Ó, és most nekem kell szórakozni azzal, hogy kibalanszoljam a karaktert, úgymond, hogy mit hol viszek. Ez így fantasztikusan néz ki. Nem tudom, mi előnye hátrá van az, hogyha... Hát de... Szerszámtartó. Ezt csak itt kéne vinni, nem? Rakjam a táskába. Kérdés, hogy van a játékban olyan megoldás, hogy... Hát, a fene se tudja. Töröm a fejemet, hogy hogy vigyem. Viszem háton. Ja, hogy ennyi létrám van. Ó! Hát befér az. Ezt megvigyük akkor szerszámtartón, ez jó. Jó ez így. Tetszik, hogy így van megoldva, hogy össze lehet rakni a felszerelést. Oké, srácok, leszállítjuk ezt a szállítmányt, és akkor ezzel befejezzük mára. Hát ez mi? Ó. De miért fekete? Beállítottam, hogy ne legyen fekete! Így jó. De meg ellenőriztem mindent, jó ez így nekem. És oda megyünk. Ajaj. Ott hogy jutunk át vajon? Itt körbe úgy látom. Tehát... innen... elmegyünk ide. Innen... átjövünk... ide. Ez lesz az útvonalunk, remélem, hogy semmi hülyességbe nem fogunk beleütközni. Raktam végpontot? Merre megyünk ki? Balra.
Úgy érdekesen nézzünk így ki. Jó, tehát van nálunk létra. Illetve van nálunk akkor ilyen mászókötél. A gyereket akkor sem értem még mindig. Sam, you see that sign someone left over there? You can leave some of your own if you'd like. Messages, warnings, words of encouragement, whatever comes to mind. Tényleg? Jelzések elhelyezése az L1 és használ jelzés helyezhet szerezek segítség, infront osztott meg más hordárokkal. Wow! De durva! Őrtorony használata? What? Mi az, hogy őrtorony használata? Körül lehet nézni. Jó. Kösz. Tessék, kapsz egy lájkot. Today's a good day. Keep on keeping on. Name's Sam. Sam. Nem vagyunk még a izébe? De, most már működnie kéne a jelölőnek. Innentől? Most mi van? Sam, even the best porters have been known to lose their cargo. Biztos nem. But you're better than the best. You've got what it takes to finish what they started. Így van. If you come across any abandoned shipments, consider taking them to their intended destination. It's easier than you might think. See, all our packages are tagged with Bridges IDs for easy tracking. And your Odradek is equipped with a scanner which might detect said IDs. Which is a roundabout way of saying that that thing on your shoulder can help you locate mislaid shipments. Ah, okay. Remember, Sam, every parcel is a promise made to a person in need. And they're counting on you to deliver. Értem. Okay. Most csak annyit akarok megtudni, hogy ugye azok, hogy a dögök mikor jönnek,
az vagyon ugye általában esős időben jönnek. Tehát az annak köszönhető, hogy dinamikusan változik az időjárás, vagy adott területekre van leszűkítve. Azok lennének a szállítmányok. Sam, a well-placed ladder can get you safely across most rivers, you know. Jó, de hát ez még az nekem nélkül is. És az ott miért piros? Aha, ezért. Sam, remember that prolonged exposure to timefall damages cargo containers. Don't stay out in the rain any longer than you have to. Az veszélyt jelez, ott vajon? És az ott mi? Azt elmegyek, megnézem. Ó, ez egy magánszekrényes cucc. Ah, értem. Thanks for the help. Viszont letértem az utamról. Jelöl is a térkép, ezek postaládák. Mi volt ez? Ó, basszam meg! Jönnek! Csába. Balra kéne mennem, vagy itt át a vizen. Fuck.
Tehát értem már az elvet, tehát ugye az a probléma, hogy... hogy... hogy, hogy úgymond... hogy úgymond az időt manipulálják ezek a dögök, és... és... gyakorlatilag, hát elrohadnak a holmik, amik vannak nálam. Na, ott az útvonalon. Futhatok ilyen? Breathe easy, Sam. You're clear of BG territory. The Death Stranding's to blame for all of this. The Gazers, the fall of America, everything. It warped the world beyond recognition. Humanity had to scramble like rats fleeing a sinking ship. But there's nowhere else to go. There's no future living like this. If we're to survive, we need to find another way. A way to overcome the BTs, the Death Stranding, the whole damn mess. Na, itt használjunk egy létrát szerintem. Illetve van nálunk egy áru, azt hol tudom megnézni? Fölvettem valamit, rakomány. Elveszett rakomány evőeszk, és ezt hova kell vinni vajon? Azt nem írja? Vagy azt is ilyenkor ugyanoda? Ne gondolom. Na, hogy kell létráznunk? Nyomunk egy jobb gombot. Létra. Hát ez nem sikerült túlzottan jól. Mivel kell összecsuknom? Értem. Hát akkor átmenjünk inkább gyalogosan, mielőtt szétmegy a hátamon lévő cucc teljesen. Hogy nem ér át a hi- az a baj, nem ér át, aha. Elhal.
hallottam ez a hülye eső. Mert szét fog menni a szállítmányom. Ezt akartam. Mert ott ír, hogy 49%-on van a tároló. Ennek meg 71%-on. A sérülése. Úgyhogy ezzel igyekezni kéne. Na, ez az elállt. Ezt miért nem az izébe viszem amúgy? Létra, hol írja, hogy hol viszem? Itt van. Így. Jó, hála Isten, megjöttünk. Vigyázzat, belépni tilos, pívik. Ó, de rakhattam volna egy ilyen pívis jelzőt, csak az ember ugye. Összvérek, nehéz terep, mély folyó, kőomlás, szír. Ó, van útjelző is, de durva, és lehet egymásnak segíteni ilyenekkel. Ez tök jó. Csodás kilátás. Az nem rossz, rakunk egy ilyet. Tök jó! Ez tetszik! És remélem, hogy egyébként ezt egyre több ember fogja használni, mert ezek tök jó dolgok, hogyha egymást figyelmeztetjük egy-két dologra. Na nézzük! Kézbesítés. Delivering cargo. Thank you. We've all been feeling the loss of Central Knot City. No one seemed to know what it meant for the organization, or the UCA, or us. But the oxytocin will take the edge off, and that'll be a big help. Won't be long before we're back on track. We may have a luck. This is great. Thank you again. Yeah, everything looks to be in good order. And soon our way station will be too, I hope. Ó, na és itt már viszont díjazza a játék, hogyha másik szállítási útvonalon megyünk, tehát itt már nézi.
Ja, hogy ő máshogy gondolta a szállítási útvonalat, mint én. Na, nem baj. Aha, és ővelük, ezzel a George Bettonnal egyelőre kettő és nagyon minimális szinten állunk, de hát ez majd növekszik. Na, nézzük, hogy haladunk. Tizenegyesek lettünk, 12-esek. Zsír. You're with the second team, right? Where are the others? Dead. Caught in the void out. No way. That one blast got them all? Így van. And what, they just sent you out on your own? I mean, if it was just a delivery, that'd be one thing. Porters come through from time to time, but... The second team was meant to bring the Cupid. They were gonna connect us up. Majd én. 3 years we've been waiting for help. Nyugi, nálam van. And they sent us one guy. Kösz, milyen kedves. Shit. Mindjárt rendes gyere. Tell me you brought more than the oxy, at least. Nem csak azt hoztam. I've got the Cupid. You... Really? So it's true. They finally got it working. Well, then you just might be the answer to my prayers. So what are you waiting for? But you put us on the goddamn grid. És akkor így kell behálózni majd az egészet. Aha. És így kell végig eljutni, gondolom, oda a szélére. Hú, srácok. Ez így alsó hangon biztos egy pár órás játék, értitek? Hű. Jaj, elnézést. Hát ez gyönyörű lesz. Pff, úristen, mi óraszám lesz ebbe a játékből. Aha, és hogyha egy területet megszerzünk, akkor segít a játék bemutatni, hogy hol vannak segítő pontok a mászásban, meg ilyenekre. Ó, keci! Tehát azok a létrák meg ilyenek ott maradnak más játékosoknak is. Tehát ha én lerakok egy kötelet vagy egy létrát, akkor az segít azoknak a játékosoknak, akik utánam jönnek ehhez a végigjátszási. Menj már, baszki, mekkora ötlet! Connection to capital, not city, confirmed. It's really happening. Just like Amelie promised. We can finally do what we came here to do. Hey, you're headed west, right? Gonna be a lot of people happy to see you. Guess you'll keep on till you hit the coast, huh? Which means you'll get to see Amelie in person. Oh, that's something. That is really something. I've never met her. Only seen her holo messages back when I was with the first expedition. Well, anyway, you best be careful on the road. There's some bad people out there. More than good, some say. But I don't need to tell you that. Thank you, Sam. By bringing that way station into the Cairo network, you've put it in direct contact with those of us back here in Capital Knot City. Right. What's next? West of the way station are a couple of structures our previous expedition put in place. And beyond them is your next destination, Port Knot City. It's on the shore of a crater lake that formed after the first void out. Your objective is to link up Port and Capital Knot. But to do that, you'll need to utilize our facilities as additional waypoints. They'll be essential for establishing a stable connection. Given the distance we need to cover, we're looking at using a distribution center and a power station, as to which you should head for first. Start with the distro center. We've got some cargo that needs delivering anyway. Check the nearby delivery terminal to pick it up. Good work. New order available.
please access delivery terminal for further information. Oké, de van egy szállítmányom, ami még nálam van. Azt hova kell vinnem? Ezt? Honnan tudom, hogy ezt hova kell vinnem? Engem az érdekelne. Ja, ott írja. Nick Eastonnek. Evőeszközök visszaadása. De ő a fő Gócvárosban van. Aha, tehát akkor ezt ide kéne visszavinnem. Aha, írja is. Mhm. Tehát akkor ezt vissza kéne vinnem ezen a szar területen, ahol voltam. Viszont itt van egy mászó végpont. Tehát ezt lerövidíthetem, ezt a hosszú utat, hogyha erre fele megyek vissza. És itt van egy létra is. Tehát átjövök a létrán. Itt megint van egy létra, ami egy kicsit segít nekem a parton. Elmegyek erre, használok egy mászókötelet, lejövök. És megpróbálok elsúrani, mert ez a terület itt gázos. Ott PV-k vannak. Kérdés, hogy ezen a területen is vannak-e. Mert akkor el tudok jönni erre. És itt átjutok akkor vissza. Jó. És elméletileg itt is tudok felvenni újabb két küldetést. Vagyis szállítmányt. Hát ez mi? Your hard work's paying off, Sam. Thanks to the increase in network capacity, HQ is now in a position to provide you with additional materials and support. Oh. Should prove useful. A létesítmények által biztosított anyagból fegyverek és felszerelési tárgyak készíthetők. Az egyes létesítményekben elérhető anyagok mennyisége a létesítmény típusától függően változik. Közös szekrény, az mi? Sam, you can use share lockers to exchange cargo with other porters. Működik egy ilyen online barter rendszer, úgymond. De durva, baszki. Be tudom pakolni, és ha más játékosoknak kell, akkor tudja használni. De durva. Aha, itt meg tudok gyártani létrát. Mászó végpontot. Ez mi? Sam, you can use that PCC to build a postbox. Ezt annyira nem értem, ezt a HKK-t, ezt megolvasom majd még egyszer, hogy működik. De az a lényeg, hogy itt tudunk gyártani magunknak létrát meg kötelet. Kért rakomány és mások által elveszített rakomány kézbesítés. Na nézzük, mire kérnek fel minket. Egyszer ugye vigyük el ezt a ritka fémet, ez 30 kiló. Ez jöhet, ezt elvihetjük. 6 tételt. Öt kiló darabja, és 6-ot kell levinni. Oké. Jó, ezt elvihetjük. És van még egy ilyen, hogy építs postaládát a kijelölt építési területen. Hát azt is tudunk csinálni. Azt is fölveltem. To build a postbox, you'll need to use a PCC.
It goes without saying, but if you're not already carrying a PCC, you'll want to fabricate one. Aha, meg is tanít a játék, akkor viszont normális. Azt mondja, 32 gyonta kell, és 40 darab fém. Ezt gyártsuk le. Így, csináltunk is egyet elvileg. És akkor a ritka fémeket visszük, azt... az el fogja húzni a hátamat. Már nem, az menjen csak a hátiba. Üha! Ezt érdekesen nézzünk már ki. Azt a rohadt! Order assigned. Csináljunk egy olyat, hogy ez kicsit soknak tűnik. És az egyik fémet mondjuk rakjuk át az öltözékre. Mondjuk a jobb vállamra. A másikat rakjuk át a bal vállamra. Aztán egyet rakjunk át a bal lábamra. És akkor van még egy. Azt rakjuk le a jobb csípőmre. Így. Akkor nagyjából egálba van a súly. Bal jobb oldalt is van a csípőmön is, vagy mi az? Hát ő csípőnek nevezi, de az igazából hát az a lábunk, az a combunk. Van kettő a válunkon, meg kettő a hátunkon. Ez eléggé balanszban van így. Kicsit érdekesen nézünk. Ír az a biztos. Azt a rohadt. De így legalább oszlik a súly tényleg. Oké, srácok, viszont itt mi mentünk egyet. És innen fogjuk folytatni, mert akkor elmegyünk, lerakjuk a postaládát, illetve visszamegyünk. Leadjuk a rendelést, és onnan vágunk neki ennek a hosszú útnak. Hiszen gyors utazás a játékban nem létezik, mint tudjuk. Nos. Jaj. Hölgyek, urak. Ennyi lett volna már a Death Stranding. Én nagyon remélem, hogy tetszett nektek. Szerintem egy egészen egyedi, de nagyon izgalmas, sőt, valahol félelmetes játék szerintem. Mindenféleképpen fogjuk folytatni, mert tényleg barom izgalmas kis kalandja van a játéknak.